Miért nyitottam meg a számológépem? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a Megvan a másik könyv kihívás lesz, amire Evelyn hívott ki a Pergamenre hányt szavak csatornáról, amit ezúton is köszönök még egyszer. És van 20 pontunk, 20 szempontunk, 20 kérdésünk. Összesen 20 darab csak. És ezek alapján fogok most könyveket keresni a polcomról, és megnézzük, hogy megvannak-e ezekre a pontokra a megfelelő könyvek. Így talán benne, majd próbálok nem túl előre menni, mert így van benne nagyjából a polc. A kérdések angolul vannak, úgyhogy megpróbálom gyors fordítani őket. Első kérdés, van-e olyan könyved, aminek a borítóján vagy a történet részeként szerepel róka? Erre van egy sanda gyanúm, hogy nincs könyvem. A legjobb, legközelebbi megoldás, amit tudok ajánlani, az ez a könyv. De ezen farkas van szerintem, az nem róka, úgyhogy gyakorlatilag erre a pontra nem tudok könyvet választani. A várólistámról egyébként tudnék rókás könyvet mutatni, de nem a várólistámról kell. Második pont. Van-e olyan könyved, amit abban az évben publikáltak, amikor születtél, vagy plusz-minusz 3 év? Erre a kérdésre egyébként így előzetesen gondolkodtam, hogy mi az, ami jó lehet. Mert gondoltam, sokáig fog tartani, mire végignézem az összes könyvemnek a megjelenési évét. Tekintve, hogy én 2013-ban kezdtem el olvasni, és akkor kezdtem a könyveket összeszedegetni. A legtöbb könyvem azutáni kiadású, bár az eredeti kiadásokat is néztem, de még azok sincsenek a közelében sem. Amit találtam, hogy jó ide, ugye az ez volt. Igen, az például a Spiderwick krónikák, ugyanis ez 2003-as, tehát az még benne van a plusz-minusz 3 évben pont. Ezek is 2005, azutáni. Viszont nem az én könyvem, úgyhogy ezt csak ilyen mellékesen mutatom, viszont 2000-es. Dan Browntól az Angyalok és Démonok. Ez a könyv magyarul 2003-ban jelent meg, viszont angolul 2000-ben. Úgyhogy ez pont abban az évben lett kiadva, amikor születtem. Eredetiben, de ez nem az én polcomon van, mert ez nem az enyém. Úgyhogy ez csak ilyen bónusz. Harmadik, van-e olyan könyved, amiben a zene hangszer vagy mágia? Tehát, hogy amiben a zenét hangszerként... Mi van? Hülyeséget mondok. Szóval van-e olyan könyved, amiben a zenét fegyverként vagy varázslatként használják? Igen, az lesz a jó erre, amit elsőre gondoltam. Mégpedig Rick Riordantól az Apollón próbái első része az Elrejtett orákulum. Igazából az egész sorozat, tekintve, hogy ebben Apollónak van egy kombat ukuleléje, ilyen harci ukuleléje, és az olyan, hogy mivel zene, istene, ő meg van ilyen ereje a gyerekeinek is. Mindegy, a lényeg, hogy ebben tudnak úgymond varázsolni zenével. Úgyhogy ez jó ide. Van-e olyan sorozatod, vannak-e olyan sorozat részeid, amiknek nem illik össze? Még szép, hogy van. Van sajnos olyan sorozatom. Nézzétek, pont itt látható a vaják szekcióm. Most ugye itt a borítót mondta elsősorban, de ez szerintem elég itt ránézni, hogy a vajákból két darab részem ebben az icipici méretben van meg, amit nem tudok, hogy lehetséges, mert egyébként ugyanaz a kiadás. Szóval nem tudom, mi történt útközben, de ez történt, hogy ez ilyen pici lett. Igaz, a stílusban egyforma, de amúgy nem. Ami szomorú. De egyébként ugyanez vonatkozik akár a Percy Jackson könyveimre is, mert mindegyikből úgy van, hogy a sorozat fele keményben van meg, a másik fele meg puhában. Tehát ennek is így gyakorlatilag különbözőek a borítói, főleg mondjuk ez a két rész akár. Csak erre kéne fókuszálnia.
Tehát, hogy így a sorozat fele ilyenben van, meg a sorozat másik fele olyanban. Amit annyira nem szeretek, de ez van, de akkor maradunk a vaják, mini vajáknál. Van egy könyved, amiben alakváltó van? Szintén Rick Riordan könyv. Ez. Ráfókuszál. Szóval ez a The Hammer of Thor, ami a Magnus Chase and the Gods of Asgard sorozatban van. Ebben a könyvben lesz egy Alex nevezetű karakterünk, aki Loki lánya, és bizony, ő egy alakváltó. És genderfluid. Van olyan könyved, amit alá írt a szerző? Van. Fókuszálsz. Palágyi R. Lászlótól az Éjkapu. És... Hol van? Ja, itt van. Nem látszódik. Na mindegy. Van-e olyan könyved, aminek a borítója legnagyobb részt piros? Van! Ezt fogom mutatni, mert ez kevesebb szeret. Csak boxset. Jaj. Ez Philip Pullmantól a... Mi ez? Titokzatos kés magyarul talán a címe. Ez a második része az Északi Fény trilógiának, vagy mi az Úr Sötét Anyagai trilógiának, és mint látható, ez majdhogy nem az egész, csak piros. És gyönyörű kiadás. Nyolcadik. Van-e olyan könyved, ami 287 és 306 oldal közötti? Ha számoljuk a tartalomjegyzéket, a Titán átka 186. De akkor keresek olyat, ami jobban belefér. 225. 300. Azért ezek között fogok basszus turkálni, mert az innevalda sárkány adatok azok viszonylag rövidek. Mi ez meg csak mi? Hát ez ilyen extra cuccokkal együtt hosszabbak, de ne várj. 186 oldal. Basszus. Mi te? Nem, ez hosszabb. És ez? Á, ez a jó. Annyit mutogatom ezt a könyvet, pedig nem akarom. 287 és 306 között, ez 294 oldal, ez. Ez ő. 9. Van olyan könyved, amiben a főszereplő szemüveges? Nem, az nem főszereplő. Ez így nem jó. Wait a minute. Simon nem szemüveges? De, Simon szemüveges. Király vagyok. Szóval... Becky Arbelt állítól a Simon és a Homo Sapiens lobby. Ebből a főszereplő Simon szemüveges. És azért zavarodtam bele, mert máshogy néz ki a könyvben, mint a filmben, és a film rémlett előttem, de igen, a könyvben szemüveges. Ez sokáig tartott, nem baj. Van olyan könyved, aminek a címe ugyanolyan hosszú, mint a neve, tehát ugyanannyi karakter van benne betű. Oké, a Matilda, az 7 karakter. Nem. Oké, legyen ez. A Matilda az 7 betű. Igen. És az Easternnek szintén 7 betű a címe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igen. Amikor utólag rájövök, hogy nem kellett volna keresgélnem 7 betűs című könyvet. Ugyanis van egy Matilda címűm. És még néztem is azt a polcot, amin ez van. Van olyan könyved, aminek a technológia, illetve a kiber cybercrime, aminek most nem jut eszembe, hogy kéne magyarul mondani. Szóval mi az kiber támadás? Kiber bűnözés a központi eleme. Ami erre elsőre nekem beugrott, az a Cinder Marissa Meyer-től. Mert hogy ebbe kiborgok vannak, és van benne egy csomó tudomány, meg ilyesmi belefűzve, tehát ez végül is science fiction, jobban science fiction, mint fantasy. Van-e olyan könyved, amit más nyelven írtak, vagy angolra fordítottak le, tehát magyarul
nem eredeti nyelvben van meg. Na most, mivel van egy csomó könyvem, ami ugye angolról lett magyarra fordítva, nem ezeket fogom mondani, hanem olyat mondok, ami nem angolról lett magyarra fordítva, és itt nézem a galaktikás szekciómat, mert ott azt már lehet mazsolázni. Ez a Melchior Apothecarius sorozat, vagy Melchior sorozat, nem vagyok benne biztos. Ezt még nem olvastam, viszont ez egy észt könyv, tehát ezt észtről fordították le. Várjunk? Vagy nem ez volt a kérdés? Written in another language. Ja, vagy más nyelven íródott. Hát az a helyzet, hogy az összes angol nyelvű könyvemet is mondhatnám ide. De van egy német Percy Jacksonom. Amit azért vettem meg, mert azt gondoltam, hogy majd elolvasom én ezt angolul, és akkor majd milyen jó lesz a németem. Még mindig nem olvastam el. Úgyhogy ez a másik lehetőség ide. 13. Van olyan könyved, amit ázsiai szerző írt. Az a helyzet, hogy Ázsiában még nem parangolok. Úgyhogy van egy sanda gyanúm, hogy nincs ilyen könyvem. A legközelebb, amit ehhez tudok mondani, az Lukinyenkótól a kvázi, mert hogy ő orosz szerző, és Oroszország az Európa és Ázsia területén is van. Igen, ez van a legközelebb ehhez, amit tudok. Sajnos konkrétan van ázsiai szerzőtől. Még nincs könyvem, de majd lesz az is. 14. Van-e olyan könyved, amin holt van a borítón? Igen, van. Kelly Barnhill-től A lány, aki holdfényt ivott. Ott egy szép nagy hold. 15. Van-e egy illusztrált gyerekkönyved? Van-e illusztrált gyerekkönyved? Ha van pár, legyen akkor ez. Ez Hétvári Andreától. A Pettyes Katicám, ez nem gyerekkönyv, ez gyerekverses könyv. De mint látható, fullosan illusztrált. 16. Van-e tündérmese vagy mitológia kollekciód? Erre. Van egy ilyen könyv... Ahogy ez fejjel lefele volt a pocon. Szóval van egy ilyen lengyel legendák és népmesék gyűjteményem, amit még nem olvastam, de gyanítom, hogy ez legenda népmese kollekciónak, vagy tündérmese kollekciónak számít. 17. Van-e olyan science fiction vagy fantasy könyved, amiben a különböző fajok szövetséget kötnek? Van. Úgy hívják, hogy a gyűrűk ura. Tündék, emberek, törpök. Ez a legklasszikusabb példa erre fantasyn belül szerintem. Van-e olyan könyved, aminek keskeny a borítója? Itt egy olyan könyvre kell gondolni, ami puhakötéses, és a borító maga direkt vagy rövidebbre van vágva, tehát hogyha fogok egy ilyen puhakötéses könyvet, ugye mondjuk a borító csak ideig jön, vagy fölül kisebb. És én ilyet már láttam, mondjuk nem ilyen rendes regényeknél, hanem ilyen mesekönyveknél inkább, hogy a borító nem teljesen ugyanakkora, mint a könyv, de nekem ilyen könyvem nincs. Úgyhogy ilyet nem tudok mutatni. 19. Van-e egy olyan könyved, ami tartalmazza a következő rész első fejezetét? Erre most megint Rick Riordant fogok mutatni, mert biztos vagyok benne, hogy... Igen... Oh, wait. Ez másik sorozat első fejezete. Az nekem nem kell. Másik sorozat első fejezete szintén. Hát akkor a legjobb, amit tudok mutatni, az tényleg az elveszett hős, csak az a helyzet, hogy ebben nem a sorozat következő részének első fejezete van benne, hanem egy másik sorozat első részének a fejezete. Úgyhogy ez lesz. Pedig lemerném fogadni, hogy olvastam már ilyen könyvet. Én ebben annyira biztos vagyok. Vét, ebben van valami. Nem, ebben is másik könyv. 20. kérdés, van-e olyan könyved, aminek meg van törve a gerince? Sajnálatos módon van. Például a Witchernek meg van törve a gerince, illetőleg az elveszett hősnek is meg van törve a gerince. Hát nagy szívfájdalmam,
De például a Rick Riordan könyveimből, ami puhakötésesben van meg, az ez az olcsó fajta puhakötés, ami ugye ilyen vékony papírból készül, és ennek nem túl jól hajlik a gerince, úgyhogy igen, meg van törve. A leglátványosabban egyébként az elveszett hősön látszódik, ugye már többször olvastam, és hát... Hát fókuszálna. Igen. Lehet látni tisztán, hogy ott van benne egy törés. És nem tudom, hogy ezekkel látszódik egy kamerán, de ezeknek is meg van törve a gerince, bár ennek inkább talán jobban csak meghajol a tündevérnek is, sőt, ennek az innevad a sárkányadatnak is. A többinek nem. Egyébként meglepő, a magyar könyveim sokkal jobb minőségűek olyan szempontból, hogy azoknak nem nagyon törik meg a gerince. Az angol puhakötéses könyveimnek sokkal hamarabb megtörik a gerincük, ha vigyázok rá, ha nem. Ezért szoktam így olvasni őket, csak nem mindig látom akkor, hogy van beleírva. És van egy bónusz kérdésünk, ami egy olyan könyvet takar, ami legalább 3 pontot pipálna a föntiekből. Erre lehet, hogy a tündövért fogom mutatni. Mert mint mutattam, meg van törve a gerince, főként piros a borítója, mert igazából elég piros. És... Ja, és a sorozat részekhez képest ugye nem passzol. Akkor talán ezt tudom mondani plusz egynek, megmutatom ezt is közelről. Ez volt akkor a megvan a másik könyv kihívás. Az eredeti kreálókat is lent fogom hagyni a leírásban, ők természetesen angolok, tehát hogy a 2 angol youtuber készítette ezt a teget, kihívást, ilyenek. Illetőleg Evelyn videóját is meg fogjátok lent találni, és még egyszer köszönöm szépen Evelynnek, hogy kihívott. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!